rangos séfiskolát végzett el, Erkel Ferencre emlékeztek. Új lendület előtt áll megyénk, lomtalanítás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 19-én 18 óra 5 perckor. Szatmári János, mestersséf, egy rangos séfiskolát végzett el, amivel jogosult lett arra, hogy nemzetközi versenyeken bíráljon. Ferenczi Pista barátommal, mint mestersséf, felkértek Magyarországról bennünket, hogy végezzük el ezt a barbecue bíróiskolát. Texasból Európában is próbálják ezt bevezetni, és Magyarországon is meghonosítani. Tudtuk meg Szatmári Jánostól. A mestersséf elmondta, hogy itthon már volt verseny, és bíróként fegyelmezetten nagyon precíz értékeléseket kell végezni. Egy versenyző kijutott Texasba szeptember végén, még 150 ezer forinttal is díjazták a munkáját. Egy nagyon nagy fegyelmezett, nagyon precíz bíróként kell elvégezni az értékeléseket, és lényegében Hollandiából jött egy hölgy, angolul tartotta az előadást, volt több tolmács, és tartotta az előadást, és akkor ez egy több napos ilyen oktatás volt, és utána pedig elvégeztük a tesztlapon a értékeléseket, és utána pedig több napon keresztül megbíráltuk az ételeket, és volt is egy versenyző, aki kijutott Texasba, most szeptember vége fele. Azon kívül, hogy nem, hogy kapott egy meghívást, hogy kimegy, hanem még 150 ezer forinttal is díjazták a munkáját. A séf szerint előbb-utóbb Magyarországon is el fog terjedni ez. Különleges berendezésekkel kell az ételt készíteni. A versenyen a bírók vakon sorszám alapján kóstolnak és értékelnek, így a végeredményt is akkor tudják meg, hogy a számítógépen összesítették a bírálatokat. Teljes mértékig vakon kóstoljuk, nem tudjuk, hogy kié, sorszámok vannak, amit ő beletesz sorszámot, mikor bekerül hozzánk, egy új sorszámot kap, teljesen vakon kóstolunk. És akkor ottan lepontozzuk, ahogy leírjuk az eredményeket, már azonnal már veszik el, és akkor ott azt már a számítógépbe teszik fel, és van még valamilyen szorzószám, amit még már nem tudjuk, mint bíróként, és akkor a végeredményt is akkor tudjuk mégis meg, hogy ki nyerte, mikor már a számítógépbe összesítették az egészet. Szatmári János 2011 óta bírál grill versenyeken, ezért is választották ki ebben a nemzetközi barbecue zsűribe. Grill versenyeket bonyolítunk le, és már 2011-ben, mint grill bíróként, mink elvégeztük ezt az iskolát, és valószínű, hogy azért esett ránk ez a választás, hogy több éveken keresztül azért már 2011 óta sok-sok ilyen versenyt lebonyolítottunk, és innen ismertek bennünket, és így került ránk a sor. Hát gondolom, hogy előbb-utóbb ez úgy is fog bővülni ez a kör, mert azért szükség van rá. Már Bécsben is volt kint, és megnézte, hogyan történik külföldön egy ilyen verseny, ahol az alapanyagokat kapják, és olyan ételeket kell készíteni, amelyek megfelelnek az ottani előírásoknak. Nagyon nagy, precíz, nagyon pontos, nagy fegyelemmel működik. Ez az ő saját texasi típusú fegyelmezett főzőversenyük, és az alapanyagokat azokat kapják, és akkor azokból kell készíteni olyan ételeket, ami megfelelnek az előírásoknak. És a bírónak azt le kell írni, hogy miért felelt meg, vagy tetszette neki, vagy nem tetszett, úgyhogy ezeket az egyiket egy fehér lapon, amin a rendes pontot kap, meg egy sárga ponton, ami meg kritizálja, hogy melyik a rossz. Azért a legjobb a hús, a marha hús, a vágyú marhák, azokat szeretik, vagy azokat hozzák, vagy Hollandiából ezeket a gyönyörű fagyú, vékony fagyú, márványos húsokat, ezeket lehet nagyon szépen grillezni, és akkor különleges fűszerekkel, sörökkel lehet pácolni, és akkor úgy készül el.
Hát olyan angolosan médium jellegűre kell készíteni. Hát igaz, hogy nem lehet belelátni, de viszont vannak hőmérők, amivel maghőmérőkkel meg lehet mérni, hogy hány fok van belül a húsnak, mert ezek a vastag szelet húsok. Hát kell vele sokat gyakorolni. Erre a legjobb hús a marhahús, ami Hollandiából érkezik. A névadóra Erkel Ferenc zeneszerző, sakkmester, karmester és zongorista művészre emlékeztek születésnapja alkalmából a Karcagi Általános Iskola és ami Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskola tagintézményében. Erkel Ferenc 1810. november 7-én született Németh-Gyulán. 9 testvére volt, 2 lány és 7 fiú. A zenemi iskola tanulmányai Cingulszky Simon kántoroktató keze alatt kezdte, második tanítója az édesapja volt. Már 7-8 évesen kottát lapozott, első nyilvános fellépése 11 évesen került sor. A Magyar Gyulai Elemi Iskolába járt. Gimnáziumi tanulmányait Nagyváradon kezdte, később Pozsonyban a Bencéseknél folytatta, ahol eljutott a híres komponistához, Henry Kleinhez, aki folytatta Erkel zenei továbbképzését. Rendszeres látogatója volt a pozsonyi operának, többször is volt nyilvános fellépése. A pozsonyi évek alatt készült első műve Litánia, ami elveszett. A vakációkat mindig a szülői házban töltötte. Gyulán figyelt fel először a népi dallamokra. 1939. augusztus 10-én feleségül vette Adler Adélt, aki szintén kiválóan zongorázott. Nászútjukon hangversenyt adtak Gyulán a Kastély Színház termében az épülő megyei kórház megsegítésére. Házasságukból 11 gyermek született. A zenei pályát Gyula, László és Sándor fia folytatta. Erkel Ferenc szenvedélyes sakkozó, kortársai szerint jó játékos volt. Szerepet játszott a pesti sakkör megalapításában. A 19. század közepéből elindultak a dalegyletek, a mozgalom élére állt Erkel Ferenc. A Gyulán működő dalárda karmesterének választották. 1893-ban tüdőgyulladást kapott, amiből még meggyógyult. Budapesten hunyt el 1893. június 15-én. Én már sokadik alkalommal gyűlünk ide össze a Művészeti Iskola Erkel termébe, illetve az Erkel domborműhöz, hogy névadónkra, Erkel Ferencre emlékezzünk. Ugye iskolán 2005-ben vette föl a kiváló zeneszerző, karmester, sakkmesternek a nevét, és ahogy utána számoltam, a mai napon már 15. alkalommal találkozunk, koszorúzási ünnepségben egybekötött hangversenyen. A Művészeti Iskola mindig meghatározó szerepet töltött be itt Karcag városában, bízunk benne, hogy ez az elkövetkezendőkben is így lesz, és a város lakossága figyelemmel kíséri az iskolának a sorsát, az itt folyó tevékenységet, nem utolsó sorban pedig az idejáró növendékek, illetve az itt tanító pedagógusok, zenetanárok sok-sok rendezvényen részt vesznek a városban. A Művészeti Iskola épületén található Erkel dombormű megkoszorúzása után Erkel Ferenc hangversenyteremben a megjelenteket Plósz Csilla Margit intézmény vezető köszöntötte. Majd a Művészeti Iskola tanárai és növendékei adtak hangversenyt, melyen vendégként közreműködött Cébei Beáta zongora művész tanár, az MMA ösztöndíjasa és Bacsi János zongora művész tanár. Elsősorban mindig a zeneiskola növendékei, illetve tanárai lépnek föl, de most az utóbbi időben meghívott vendégeiket is köszönhetünk itt a hangversenyen. A mai napon Cébei Beáta és Bacsi János zongoraművész tanárok lesznek a vendégeink, akik szóló, illetve négykezeseket fognak játszani. A tanulók, növendékek, illetve a pedagógusaink pedig magyar szerzők műveiből adnak egy kis ízelítőt. A múlt héten már beszámoltunk róla, hogy a 18 fős megyei közgyűlés megválasztotta vezető tisztségviselőit a Megyeháza dísztermében tartott alakuló ülésén. A közgyűlés tagjai a következő 5 évre Hubai Imrét Fidesz-KDNP a megyei közgyűlés elnökévé választották. Hírstúdiónkban az elnököt terveiről kérdeztük. November 4-én Szolnokon a Megyeháza dísztermében választották meg a megyében az elnököket, és a közgyűlésnek adta az elnököt, és a közgyűlés tagjai 17 egyhangú igen szavazattal. Ehhez a titulushoz, pozícióhoz gratulálunk először is. Köszönöm szépen.
és arra kérem, hogy néhány mondatban mutatkozzon be a televízió nézőknek. Karcagon születtem 1974-ben, ide jártam általános iskolába, Szolnokra középiskolába, repülőműszaki és katonai ismereteket tanultam, majd a repülőtiszti főiskolát a családi gazdaságon megalapításakor félbehagytam, és 1993 óta szüleimmel, testvéreimmel és később megalapított családommal a karcagi és berekfürdői határban családi gazdálkodással foglalkozunk. Itt a 2001-es időszak az hozott egy olyan váltást az életünkben, amikor átálltunk az ökológiai gazdálkodásra. Egy nagyon különleges és nagyon felemelő érzés, hogy tehetünk a természetért, az agrárkörnyezetért, a tiszta ivóvízért, a tiszta élelmiszerért, és ezért választottuk ezt a gazdálkodási formát, és már időközben sikerült olyan egységeket is telepíteni a vállalkozás köré, amelyek az élelmiszer feldolgozást, közvetlen értékesítést és egyéb kapcsolószolgáltatásokat is fel tudtak ölelni, így aztán a foglalkoztatottaink száma tízszeresére nőtt az elmúlt 26 év alatt, és ez a fajta foglalkoztatás is hozzájárul, hogy a település és a szűkebb értelembe vett hazánk, a kis hazánk a nagykunság fejlődjön. Ahogyan említette, 1993-ban a családdal együtt mezőgazdasági vállalkozást alapított, és 2001 óta elkötelezett hívei az ökológiai gazdálkodásnak, az élelmiszerek népszerűsítésének, számos más teendője is van még. Hogyan jött a politikai pályára kerülés? El az ember nem jelentkezik önként jó esetben, hanem nyilván a tenni akarás, a szorgalom és a kitartás, a következetesség, amit az elmúlt években én magam is a munkám, és a közösségért, a közösség felhatalmazásával, végzett munkámmal meg tudtam alapozni. Valószínűleg ez jelentetett egy olyan lökést, vagy egy olyan véleményt, hogy én talán alkalmas lennék erre a feladatra, és ennek a feladatnak az ellátásához már a korábbi képesítéseim és a korábbi teendőim a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál, vagy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnál, vagy más olyan egyesületeknél, amik vidékfejlesztéssel és csapatépítéssel foglalkoznak, az ott elvégzett munkám talán szemet szúrt valakiknek, és ez a fajta meggyőződés az utáig segített, hogy ma már én vagyok a Jászlónak Monszónak idei önkormányzat elnöke. Hogyan látja ezt a feladatot? Ez a feladat egy nagyon szép kihívás. Én az elmúlt másfél-két hónapban ismerkedtem meg közelebbről azzal a csapattal, akivel együtt fogok tudni dolgozni, és mondhatom azt, hogy egy nagyon elkötelezett, rendkívül módon fölkészült, és a megyét nagyon jól ismerő csapattal tudok majd együtt dolgozni. Számos olyan segítőm akad a közgyűlés tagjai között, akik mind szakértői annak a témának, amelyről érkeztek, és a 18 tagú közgyűlésben 11 olyan tag van, akivel egy frakcióban ülhetek. Egy nagyon komoly felhatalmazás és nagyon komoly lehetőség. Megosztjuk egymással a gondolatainkat, egyeztetjük egymással a véleményeinket, a megyét érintő különböző fejlesztéspolitikai elképzeléseket, és az egyeztetett már mindenki által elfogadott ütemben haladunk. Kicsit mutassuk be a nézőknek a megyei közgyűlést, hogyan épül fel, kik a tagjai, mi a feladata? A megyei közgyűlés az idei választásokat követően 18 tagóra zsugorodott, 19-ről, hiszen csökkent a megye népessége. És ebbe belegondolunk, hogy a megye népességének csökkenését meg kell állítani, sőt, inkább a gyarapodás, a fejlődés útjára kell visszasegíteni, akkor ez a 18 tagú közgyűlés 11 Fidesz-KDNP által delegált taggal, valamint 7 ellenzéki taggal, én azt gondolom, hogy egyhangulag fog tudni dönteni abban, hogy a megye fejlesztés politikája jó irányba tartson a jövőben is. A megyei közgyűlés két párhuzamos hatalmi ágon végzi a munkáját, az egyik az önkormányzati, a másik pedig a hivatali apparátus. Nyilván a hivatali apparátus elsődleges feladata, hogy az önkormányzat által generált projekteket vigye, és azokkal a feladatokkal, amivel az önkormányzat megbízza, azokkal birkózik meg, és azokat végzik nap mint nap a kollégák. De emellett nagyon fontos, hogy gazdasági, pénzügyi, szellemi, kulturális, és akár, ha úgy veszik, politikai központ is a megye, hiszen itt futnak össze azok az értékes gondolatok, amik nem csak egy tájegység, nem csak egy választókörzete vagy egy járásra érvényesek, hanem az egész megyére. Mennyire és miért fontos a kapcsolattartás a polgárokkal a megye területén belül? Egyrészt azért fontos, hogy tudjuk segíteni a munkájukat, ha vannak ötleteik, ha vannak javaslataik, akkor azokat meg tudjuk valósítani, hiszen a megyei önkormányzat nem pusztán önmagáért dolgozik, hanem azokért, akik a megyében élnek, a megyében valamilyen fajta közösségi formában dolgoznak.
Ez lehet a legkisebb közösségtől, bölcsödétől, elkezdve az óvodákon, általános iskolákon, középiskolákon át a felsőoktatási intézményekig, de akár a kutatással, természetismereti tudományágakkal is felvesszük a kapcsolatot, és nyilván a Hortobágyi Nemzeti Park közelsége, a Tisza-tó közelsége, a nagykunság sajátos tájökológiája olyan lehetőségekkel áraszt el bennünket, amit a Tisza folyó összeköt, és a Tisza folyónak köszönhetően megfelelő turisztikai, idegenforgalmi és a néphagyományok, néprajzi motivumok ápolására, továbbvitelére, megélésére alkalmas rendezvényeket tudunk generálni. Ezáltal éppen a tegnapi napon nagyon fontos esemény zajlott a Szolnok megyei önkormányzat épületében, hiszen a megyei diák önkormányzatok tagjai voltak a vendégeink, és ezekkel a fiatal diákokkal pontosan arról beszélgettünk, hogy az ő életükben és az ő nemzedékükben, az ő generációkban mik azok a változások, amik a mi életünkhöz képest gyökeres fordulatot jeleznek, és mik azok a szakmák, mik azok a megélhetési formák, amiben majd 10-20 év múlva megfelelő biztonsággal meg tudnak élni, és ebből a biztonságból családalapításra is fogja futni. Ezzel fogjuk tudni őket itt tartani a megyében, felvázolni, hogy érdemes itt élni, van perspektíva Jászlóton Szolnok megyébe, és ehhez minden civil szervezetre, minden önkormányzatra, minden egyesületre számítunk, hiszen én azt gondolom, hogy ebben mindenki ugyanúgy elkötelezett bármilyen oldalról érkezzen is. Mik a tervei az elkövetkező 5 évre, a már említetteken kívül? Azon kívül, hogy az elődeim által lefektetett alapokon tovább viszem a megye súlyát, a megye erejét, amellett összefogni az önkormányzatokat, az önkormányzati fejlesztéseket, és meghatározni azokat az irányokat, amire a települési önkormányzatok nyilván a lakossággal egyeztetve számítanak, és a lakosság életminőségének javításához gyökeresen hozzájárulnak. Amellett, hogy fejlesztéspolitikával fogunk foglalkozni, nagyon fontos az, hogy olyan új kitörési útvonalakat találjunk a megye gazdasága számára, ami szintén a gyökeresen változó fordulat, gazdasági fordulat közepette is fenntarthatóvá teszi a megyében a befektetéseket. Olyan befektetéseket szeretnénk ösztönözni, mind az önkormányzati, mind pedig a vállalkozói szféra irányába, amely befektetések egymással összhangban tudnak dolgozni, egymást erősíteni képesek, ettől az önkormányzati fejlesztések is fenntarthatóbbak, jövedelmezőbbek, és ez a fajta jövedelmezőség a lakosság jövedelmi viszonyaira, az itt élők megélhetésére, és az itt élők jövőképének alakítására pozitív hatással van. Elnök úr, sok sikert kívánunk a munkájához, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen is. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a háztartásokban képződött lomhulladékot az NHS Tisza Nonprofit Kft. 2019. november 18-ától 22-ig reggel 7 órai kezdettel díjmentesen elszállítja otthonuk elől. A 2012-es évi törvény a hulladékról rendelkezése alapján lomhulladék az ingatlan használótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített egy gyűjtőegyény méreteit meghaladja. A szállítást a kommunális hulladékszállítással egyezően végezzük, naponta mindig azokon az utcákon, ahol a rendszeres hulladékszállítás történik. A déli külvárosi városrészen 2019. november 20-án szerdán történik a lomtalanítás. Az elszállítás reggel 7 órakor kezdődik, a hulladékszállítás a szokott útvonalon halad. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a kihelyezett elszállításra váró hulladékokért az elszállítás pillanatáig a hulladék tulajdonosa felel. Ezért kérjük, hogy ne helyezzék ki napokkal korábban a lomtalanításra szánt hulladékot. Aki az adott napon nem tartózkodik otthon, illetve a hulladék felügyeletét egyéb módon például szomszéd által sem tudja megoldani, kérjük jelezze felénk az alábbi elérhetőségek valamelyikén, amit a képernyőn olvashatnak. Így elkerülhetjük a felesleges munkával, a közvetlen lakókörnyezetünk szennyezésével járó kellemetlenségeket. Elszállításra kerülő anyagok. A lomtalanítás során elsősorban használhatatlanná vált eszközöket, illetve udvar, kert, alsó épület takarításából származó hulladékokat szállítunk el. Bútordarabok, műanyag eszközök, fahulladék, ruhanemű, textíliák, üveghulladék, egyéb nem veszélyes anyagok.
nem szállítjuk el az olyan hulladékokat, amelyek más gyűjtőpontokon díjmentesen átveszünk, vagy olyan újrahasznosítható hulladékot, amelyeket a házhoz nem szelektív gyűjtőtartállyal vagy gyűjtőszigetekről szállítjuk el, amelyeket a hatóság által kiadott engedélyük nem tesz lehetővé, például veszélyes hulladékok. Ezek például a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, ilyen hűtőgépek, mosógépek, televíziók, rádiók, porszívók, konyhai elektromos berendezések, egyéb elektromos berendezések, számítástechnikai eszközök. Továbbá fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok, nagyméretű fémhulladékok, akkumulátorok, olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai, autógumik, gépalkatrészek, állati eredetű hulladékok, építési, bontási törmeléket, annak elszállítására a konténeres szállítás lehetősége adott. Fák, cserjék, szőlők meccéséből, gajazásból származó nagyméretű hulladékokat. Ezeket a biológiailag lebomló hulladékokat hulladéktároló telepnél erre a célra létesített területen kell elhelyezni. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a feleslegessé vált eszközeiket ezek figyelembevételével legyenek szívesek a lakóingatlanuk elé kihelyezni. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!